Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten tiszteletünket. Gyülekező éneként énekeljük a 266. dicséretünknek mind a négy versét. A 266. dicséretünk első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Fennálló énekül, magasztaljuk a mi Urunkat a 40. Zsoltár első versének eléneklésével. A 40. Zsoltár első verse így kezdődik, várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordula.
voltál, jó voltál, kívül a mély veremből, és a sáros fertőből, és én lábaimat szép egyenes kőre elfejeztette, vezélvén utamat. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 274. dicséretünknek mind a négy versét. A 274. dicséretünk első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetéből az első 14 verset. Míg ezt teszem, kérem foglaljon helyet a gyülekezet. A János írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezet első és következő verseit így olvasom. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívnak, és Natanael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit nem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus erre megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, messétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a partról, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Tegye Isten áldásá szívünkben igéjét. Gyertek, ezért imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, feltámadott, élő Jézus Krisztus. Magasztalunk háladással, hogy tökéletesen ismersz bennünket, és megígérted a tanítványoknak, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem akaratod szerint járunk el, és aztán rádöbbenünk a sikertelenségünkre, kudarcainkra, eredménytelenségeinkre, mint ahogy a tanítványok is, semmit sem fogtak. Mi magunk is sokszor vagyunk így. Dolgozunk hiába, azaz mégse hiába, mert csak a kimerültség, a sikertelenség, az eredménytelenségnek a tudata járja át a szívünket, lelkünket, és megkeserít, elcsüggeszt bennünket. Többen vannak most is, akik így vannak, így vagyunk itt a te jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt nem akarod, hogy így maradjon. És ezért utána jössz a tieidnek, és köszönjük, hogy a te ígéretet szerint, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, ott vagy. Jelenlévő, élő Jézus, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy könyörülj rajtunk. Hogy azt adjad, amire szükségünk van. Egyen-egyen jól ismersz bennünket. Te tudod, kinek mire van szüksége most. Könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy legfőképpen önmagadat adod.
és a te jelenléted megvidámít, élted, bátor szívet ad. Ezért nem is a te ajándékaid után óhajtozunk, hanem te utánad. A veled való közösséget ne enged, Urunk, hogy bármi is lehetetlenné tegye, hogy megszakítsa ezt a közösséget. Szeretnénk, Urunk, veled és általad, dicsőségedre és magasztalásodra betölteni küldetésünket. Bocsásd meg bűneinket, teremt tiszta szíved bennünk, segíts, hogy rád figyeljünk, neked engedelmeskedjünk, hitvalló gyermekeidként. Atyánk, hallgass meg, kérünk, tölts meg bennünket igéddel, és tedd hitelessé a neked és egymásnak való szolgálatot. Amen. Énekeljük a 171. éneket, megáll az Istennek igéje. 171. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk. Szeretett testvérek, Isten igéjét a Római Levél 15. fejezetéből olvasom, az 5. verset. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Isten lelke vezetését, útmutatását kérve most néhány alkalommal erről legyen szó a vasárnap Isten tiszteleteken, hogy Jézus áll a parton. Jézus áll a parton. Miért fontos ez? Azért, mert nem csak ott és annak idején a tanítványok élik át, hogy hiába eredménytelenül végzik a tevékenységüket, olyan ez, mint az üres járat, amikor fogy a benzin, fogy az erő, egyre kevesebb az energia, és nem jutunk előbbre. Hanem velük együtt mi magunk is, és nagyon sokan mások is. És az ember csak nehezen döbben rá arra, hogy ennek az az oka, hogy nem azt teszi, amivel Jézus megbízta. A Máté írása szerinti evangélium 28. fejezet, az utolsó rész, két helyen is azt mondja a tanítványoknak. Na, mit mond? Az asszonyoknak mondja Jézus, és üzen a tanítványoknak, és menjetek el gyorsan, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ezt mondja az angyal azoknak az asszonyoknak, akik szeretnének Jézus Krisztushoz jutni. Mondják meg a tanítványoknak, hogy előttük megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Ez azt jelenti, hogy mint a még egyszer elismételné. Figyeljetek ide, jól megmondtam, értsétek meg. Aztán, amikor Jézus találkozik a tanítványokkal, ekkor Jézus így szólt hozzájuk, a 10. vers, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Vagyis Jézus elmondja az asszonyoknak, hogy Jézus is tehát megerősíti, hogy menjenek el a tanítványok, és ott fognak Jézussal találkozni. Miért? Azért, testvérek, mert ott, ahol éppen vannak, Jeruzsálem, ez most egy nagyon kudarcos hely. Azt kérte Jézus a tanítványoktól, hogy imádkozzanak vele, és elalusznak. Kész ugyan a lélek, de a test, elaludtak. Ott kellett volna, hogy legyenek Jézussal, megvédjék, vigyázzanak rá, körülvegyék, és
És akkor látták a nagy tömeget, meg látták, hogy Jézus önként adja át magát, elszaladnak. Péter ugyan utána óvatoskodik, valahogy bejut a főpap udvarába, de amikor megkérdezik, és mondják is, te is közöttük való, te is vele voltál, elkezd átkozódni, hogy nem, nem is ismerem. És ilyen előzményeket követően hangzik az üzenet, hogy menjenek Galileába, az ország északi részébe, ahol megismerték, ahol elhívta őket, ahol engedelmeskedtek, ahol a tanítványság a Jézus és Mester között a legédesebb volt, ott akar velük Jézus találkozni. El is mennek, és Péter, az oszlop, a fő, a legfőbb a tanítványi közösségben, legalábbis nagyon sokszor így nyilvánul meg, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy várjuk, azt ígérte, hogy meglátjuk, azt mondja, elmegyek halászni. És emberileg megértjük. Hát ehhez ért. Hát ebből élt. Talán mindenkitől az ott levők közül jobban tud halászni. A hajójából prédikál Jézus sokszor, több alkalommal is. Átéli nem egyszer a hajójában Jézus tanításának a erejét, a csodáit. És most ahelyett, hogy azt mondaná, hogy várjuk meg, hát azt mondta, hogy itt találkozunk vele, itt látjuk meg újra. Szóval elmegyek halászni. És többiek, ahelyett, hogy azt mondanák, de Péter, hát Jézus mondta, ezt üzente. Nem, mi is megyünk veled. És mi az eredmény? Egész éjjel halásznak, fáradnak, és nem fognak semmit. És marad a fáradtság, a sikertelenség, az eredménytelenség, a kialvatlanság. Vinni kellene haza valamit, mindenki várja őket, hogy na mi lesz, és csak a két üres kezüket tudják mutatni. És ennek a keserűségnek, a kiábrándultságnak a tudatában, a reggeli pirkadatban valaki, mint ha ott állna a parton, egyre közelebb jutnak a parthoz, és az illető megkérdezi, hogy van-e valami ennivalótok? Na, még ez hiányzott. És ki kell mondani, hogy nincs. Eddig csak belülről szorította őket ez az eredménytelen, sikertelen, kiábrándító egész éjszakai művelet, most még ki is kell mondani, hogy nincs. És amikor kijönnek, akkor Jézus ott várja őket, frissen sült hallal, szíve szeretetével, és nincs számonkérés, nincs ledorongolás, nincs elnyebenye, Pétert se, a szétfutókat se. Várja őket, mert tudja, hogy mire van szükségük. Leginkább rá van szükségük. Az ő jelenlétére van szükségük. De egyébként meg éhesek. Friss hal. És azt mondja Jézus, hogy hozzatok még, amit most fogtatok. És az ő szavára, az ő hatalma, ereje megnyilvánulására halaknak sokasága van a hálóban, és hoznak a frissen fogottakból. Jézus ott áll, és várja az övét. Mert megígérte, az övéinek ígérte meg, íme itt is azt jelenti ez a szó, hogy vedd észre. Ez a látni igének az egyes szám második perfektum alakja. Vedd észre, lásd meg, nyíljon meg rá a szemed, tarts számon, íme, veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. A sötét éjszakában is. Esetleg az egyedül létemben is. A félelmeimben is. A sikertelenségemben is. Végzem, üresen jár a motor, és nem haladunk előre. Akkor is. Ott áll a parton,
és vár. És te rád vár, meg én rám vár, és tudja, hogy mire van szükségem, és meg tudja adni, amire szükségem van. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. És lehet, hogy a te szívedből is felszakad a kérdés, hogy Uram, hát megígérted, nem hagysz egyedül. Miért vagyok egyedül? Miért kellett kikísérni, akit szerettem a temetőkertbe? És sokszor nem tudom a választ. De a Jézus jelenlétében minden megoldódik. De hogy a balesetes kisgyermek az édesanyja ölében elfelejti, hogy fáj, hogy vérzik, hogy megbántották, lehet, hogy megrugdosták, megdobálták. Az édesanyja karjában minden megoldódik. Lehet, hogy akkor is fáj, de másképp fáj, és meg fog gyógyulni. A te szíved is a Jézus jelenlétében így fog meggyógyulni. Lehet, hogy azért van a baj, a baleset, a szenvedés. Gyere közelebb, egész közel, gyere Jézus jelenlétébe. Ott oldódnak meg életed kérdései Jézus jelenlétében. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. Jézus a parton áll, vár rám, tanítványára, ismeri a emberi, a lelki hiányainkat, és azért vár, hogy fogadjon, és hogy szolgáljon, hogy segítsen, hogy vele közösségben maradjunk. Az első üzenet így hangzik, Jézus nem hagy egyedül. Utána megy az övéinek. Jézus tudja, hogy hol vannak az övéi, hogy ne tudná? Hát ő az Úr, ő az Urak Ura, királyok királya. Akkor is a sötét éjszaka van. Akkor is, ha egyedül kínlódnak az evezéssel. Ilyen jó lenne sok halat vinni, az övéiknek beszámolni, hogy na, akkor is. A Jeremiás síralmai 3. fejezet 22. versétől olvasok pár verset. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Annyi drága evangélium van ebben a néhány versben. Azt mondja, hogy nem fogyott el. Ne gondold, hogy elfogyott, hogy neked már nem jut, hogy kimerült az Úr. Nagy a hűsége. Az Úr az én osztályrészem. Milyen sokan vannak, akik szeretnének a maguk erejéből felmutatni valamit. És nem megy. És nem sikerül. Döbbenjünk rá, hogy az Úr az osztályrészem. Kell ettől nagyobb örökség és ígéret az élő Istentől, mint Jézus Krisztus. A legdrágábbját adja. Lehet a tied is, de akkor kapaszkodj bele, tartsd magad hozzá. Az Úr az én osztályrészem. Jó lenne ezt kiírni egy papírra, kitenni, hogy lássad, amikor el vagy keseredve. Ki a te osztályrészed? Hát az élő Isten, Jézus Krisztus, az Úr az én osztályrészem. Ebben erősödjék meg a szívem, a lelkem, amikor összetörök, amikor elkeseredek, amikor elcsükkedem. Az Úr az én osztályrészem. Ezért benne bízom. Nagyon valószínű, hogy ők magukban bíztak, a tudásukban bíztak, a szakismeretükben bíztak. Hát ki, ha mi nem? Hát ki, ha nem mi? Hát csak tudjuk, hogy mikor kell halászni, hogy kell, mint kell, technika van, háló van, szakismeret, sok évtizedes tapasztalat. Hát nekünk fog menni, és nem megy. Jézus nélkül az üres háló, ennyi. Jó csendben várni az Úr szabadítására, és van, amikor várni kell. Van, amikor várni kell, hogy felvirradjon.
van, amikor nem veszem észre, nem döbbenek rá, hogy ott van, jelen van. Van, amikor nem ismerem fel. Van, amikor olyan jó, ha szól valaki, hogy tehát az Úr az. Péter se ismeri fel. A nagy, ügyes, erős, tettekész ember most vak a Jézus jelenlétére. És milyen jó, hogy mondja János, a szeretett tanítvány, aki ezt leírta. Az Úr az. Ő az Úr, aki ott van. Ő vár ránk. Az Úr ő. Ő az Úr. Vagyis, amikor azt mondja Jézus, hogy várjanak rá Galileában, a találkozásuk színhelyén, színterén, akkor visszamennek és elkezdik végezni a mindennapi, hétköznapi tevékenységüket. És aztán rádöbbennek, hogy valaki várja őket a sikertelenség után, oda kiállt nekik, tanáccsal látja el őket, és elmondja, hogy vessék ki még egyszer a hálót, amikor már tényleg erejük fogytán vannak, legjobb lenne hazamenni, az aludni egy nagyot. Nem, vessétek ki a hálót, és mikor engedelmeskednek, halak sokasága kerül a hálóba. Miért kell megvárni, hogy szinte már a tehetetlenség állapotában szólítson meg az Úr? Még nem lehet korábban. Van, amikor Isten megengedi, hogy a szinte a teljes ellehetetlenüléskor halljam meg, és kapaszkodjak a szavába, és engedelmeskedjek neki. Engedelmeskedj a megértett igének, és át fogod élni az élő Isten jelenlétét és csodáit. Ez az Úr. És minden más megvilágításba kerül, amikor rádöbbennek, hogy az Úr az, ő az, Jézus jött utánunk, a feltámadott él, és kijelenti önmagát nekünk. Jézus nem hagy egyedül, megengedi, hogy éjszaka legyen, de közeleg a reggel, nem maradunk sötétségbe. Én sokáig olyan értetlenül olvastam azt, amikor Jézus a nagy megvendégelést követően, az 5000 megvendégelése után belekényszeríti a tanítványokat, hogy menjenek és lépjenek be a hajóba. Jézus tudja, hogy rettenetes vihar lesz. De a viharban élik át Isten hatalmát és dicsőségét, amikor Jézus ráparancsol a habokra, és kisimul a tenger, és lesz nagy csendesség. Nem hagyja, hanem Jézus beleparancsolja őket, hogy átéljék a vihar kellős közepén, amikor kiáltanak, hogy Uram, hát elveszünk! Lehet másképp nem kiáltanál. Lehet kell ez a rettenetes, kiélezett helyzet, hogy hát hiába merítjük, egyre több lesz, hát ebből már csak halál lesz. Ja, hát ott van Jézus. Most veszi észre. Megragadják Jézust, belekapaszkodnak, mint amikor valakit megráznak, hogy segíts, mert ha nem segítesz, elpusztulunk. És Jézus fel kell, rendet csinál, és az életükben is rendet csinál. És azt kérdezi, hogy hogy van, hogy történhetik ez, hogy nincs hitetek? Ott van Jézus, nincs hitetek. És a sikertelen éjszaka után áldott gyümölcsöző reggel következik a Jézus szavára, mivel engednek a Jézus szavának. Bocsánat, nem okoskodnak, nem tiltakoznak, nem mondják, hogy ehhez mi értünk jobban, ne szólj bele a dolgunkba. Szó nélkül engedelmeskednek, és átélik a csodát. Sokszor azért nem látjuk a csodát, mert elkezdünk okoskodni a magunk tudására, ismeretére, erre, arra, amarra hivatkozni, és nem éljük át a csodát. Boldog, aki engedelmeskedik.
Boldog, aki átéli, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. És másodszor röviden, a feltámadott kijelenti magát, neki jelenti ki magát, személyesen kijelenti magát, most nem áttételesen, nem úgy, hogy üzen valaki által, hanem ő maga jön és kijelenti magát az övének. Jézus megígérte, aki pedig szeret engem, ez a feltétel, testvérek, nem úgy csak általánosságban, aki szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ez a feltétel. Szeretni Jézust. Nem csak fellángolni, nem csak elindulni. Nem csak azt mondani, hogy igen, úgy van. Szeretni Jézust. Azt szereti az én atyám, és kijelenti Jézust. Ezt tapasztalták meg a tanítványok. Együtt voltak. Együtt voltak Simon Péter, Tamás, Natanael, a Galileából való, Kánából, Zebedeus fiai. Együtt voltak heten. Összetartottak. És kedves testvérek, az együtt létekre, a közösségre, a gyülekezeti közösségbe adja Jézus az ígéretét. Ahol együtt vannak az én nevemben, ott vagyok. Együtt Jézus nevében. Nem a magunk nevében, nem a magunk ismerete, büszkesége tudatában, Jézus nevében. Jézus a fő. És jól lehet, igen különbözőek, mindenki más, mint ahogy az őszülő lehulló, az ősz idején a lehulló falevek is mind-mind másak, meg lehet nézni a színeiket, az erezetüket, de mégis a tanítványok összetartanak, mert Jézushoz tartoznak. A Jézus jelenléte, szeretete, vonzása összetartja őket. Jézus jelenléte és ereje. És egy közösségre hív el, és ebbe a közösségbe akarja az áldását adni, ezt a közösséget akarja megelégíteni, önmagát akarja adni ebbe a közösségbe. És aztán küldetéssel áld meg, és ígéri továbbra is jelenlétét a világ végezetéig. Könyörüljön meg rajtunk, Urunk, hogy ebben a közösségben megelevenedjünk, megújuljunk, Jézusra figyeljünk, tőle kapjunk erőt engedelmeskedni, hogy örömmel és háladással töltsük be küldetésünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a tanítványaid sikertelensége és eredménytelensége arra késztett téged, hogy utánuk menj, és nem hagysz egyedül, minket se hagysz egyedül. És tudod te, hogy az a válasz, hogy nincs, de nekünk is tudatosulnunk kell azzal a ténnyel, hogy nálad nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Azaz cselekszünk mi sok mindenfélét, de ennek az eredménye semmi, nulla, eredménytelenség. Köszönjük, Urunk, hogy azért jössz, hogy ne csak ez a tudat járjon át, hanem legfőképpen az, hogy veled meg mindent megkapok, veled együtt minden, a miénk. Köszönjük, Urunk, hogy utánunk jöttél, és önmagadat adod, hogy veled legyen életünk és békességünk. Öregjeinkért, betegeinkért, szenvedőinkért imádkozunk, azért a kedves családért, akik most emlékeznek a hitvesre, az édesanyára, tedd áldottá az emlékezetet. És könyörülj meg mindnyájunkon, Urunk, hogy hűségesen és alázattal, családban, munkahelyen, gyülekezeti közösségben betöltsük küldetésünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Énekeljük, kedves testvérek, ráfelelő énekként a 395. énekünket. Isten szívén megpihenve fordjon szívünk egybe hát. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltunkot át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Kedves testvérek, az elmúlt szerdán 10 testvérünk végezte el a templom urvacsorára, evangelizációra való előkészítését. Áldozatkészségüket hálásan megköszönjük. Tegnap 5-en végeztük el a parókia pinca takarítását, testvéreim munkáját itt is hálásan megköszönjük. Az elmúlt pénteken a baba-mama kör tagjai közül 25-en vettek részt kiránduláson a Károlyi tanyán, Kisbé Zoltán birtokán. A vendéglátást itt is hálásan megköszönjük. Október 13-án, ránk következő szombaton, 13 órától a gyülekezeti házban, az 1964 és 69 közötti években konfirmáltak találkozójára kerül sor. 120 meghívót küldtünk el, ebből 50 meghívó vásárosraményba. Hálásan megköszönöm gondnok úrnak a szolgálatát, aki vállalta és végezte, hogy a meghívókat itt Naményba kézbesítse. Szeretettel hívjuk, várjuk a naményi testvéreket, aki hallja, adja át, adja az Úr, hogy áldott találkozásunk legyen. Ugyancsak a ránk következő szombaton, azaz október 13-án, 17 órakor a Lónyai Szakgimnázium aulájában férfi kórusok találkozójára kerül sor. Október 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig a gyülekezeti házban 17 órától hitmélyítőt tartunk. Nagy tiszteletű Szegedi Gyula, nagyvársányi református lelkipásztor ige szolgálataival. 18 órától a templomban evangelizál nagy tiszteletű szegediné dr. Költő Eszter, nagyvársányi református lelkipásztor. Szíves szeretettel hívom, várom kedves testvéreimet az alkalomra. Kérem, hogy imádságban hordozzuk a szolgálattevőket és az alkalom minden részét. A többször is hirdetett urvacsorázásunk október 28-án történik. Előzetesen október 21-re terveztük az urvacsorát, de október 21-én Besenyődön végzek igehirdetést, az 50 éve konfirmáltak találkozóján. Én is 50 éve konfirmáltam Besenyődön. Tehát az urvacsora október 28-án történik. Isten dicsőségére Mire Károly, presbiter és kedves családja, virágot adományozott az urasztalára, felesége halála 10. évfordulóján ezzel az igével, most azért megmarad a hit, remény, szeretet e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A Reformátusok lapját, adakozást, iratterjesztést, alkalmainkat ajánlom kedves testvéreim figyelmébe.
Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük a megkezdett énekünknek, a 395. éneknek második és harmadik versét, a 300... Hát gyere ide, én nem hallom. Jaj, bocsánat, igen. Na hát. Elnézést kérek itt annyira. Az igére figyeltem, hogy ez meg itt elmaradt. Kérem, álljunk fel, és így énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújtsd feléje védőkat, ha küzd ellenséggel. Bal sorsak itt régen tép, hozz rá vég ezt a megbűnhődte már a nép, a múltat jövendőt. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Tegnap nemzeti gyásznap volt. Én legalábbis többször emlékeztem a szívemben imádságban, hálaadással az aradi 13-ra. Legyen áldott emlékezetük, és ez a hazafiságban kötelezzen és erősítsen meg mindnyájunkat. És azért szeretném, kedves testvéreim, imádságába ajánlani a Kárpátalján lévő magyar testvéreinket különösképpen is, ahol sajnos nem jól mennek a dolgok. Könyörüljön meg, Urunk, kárpátaljai magyar testvéreinken, és az ő nehéz helyzetük és állapotuk serkentsen bennünket még komolyabb ima szolgálatra, az életük való szolgálatban. Köszönöm szépen a segítséget. Énekeljük tehát akkor a 395. ének második és harmadik versét. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolva, ha kell, bérünk ontani. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk, jó Úrunk, pájnanék látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint a